Érdekessége ennek a templomnak, hogy egy kármelita kápolna, folyamatosan görögkatolikus plébánossal, parókussal. Ennek a hagyományáról mit tudunk? Ez még a II. Világháború idején épült ez a karmelita templom és rendház, és amikor szétzavardák a kommunisták a rendeket, a szerzetes rendeket, akkor értelemszerűen sajnos a karmelitáknak is távozniuk kellett, nem csak innen, hanem gyakorlatilag az egész országból. A rendszerváltásig római katolikus papok látták el a templomnak a szolgálatát, és a rendszerváltással visszajöttek a karmelita szerzetesek is, beindították újra a karmelita szerzetesi életet, karmelita harmadrendet alapítottak, amely ma is nagyon szépen még működik itt a templomnak a bűvkörében. Csak hát sajnos nem lettek többen a karmeliták, hanem fogyatkozott a számuk, és ezért 2001-ben a görögkatolikus egyháznak 20 évre a fenntartásért cserébe átadták az épületet, ezért én is nem is parókus vagyok itt, hanem templomigazgató, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy a templom és a rendház az továbbra is a karmelita rendnek a tulajdonában van, de a görögkatolikus Miskolci Egyház megye az, aki üzemelteti és működteti, és hát ennek a következménye az is, hogy mind görögkatolikus, mind római katolikus szertartások is rendszeresen vannak a templomban, és amikor pedig búcsú van, akkor ennek a búcsúnak a rendezését is mi vállaltuk. Ebben az esztendőben Tavas Béla, karmelita diákónus testvér érkezett hozzánk. Minden évben a júliusi búcsú, a Kármelhegyi Boldogasszony búcsú, az mindig egy meghívott vendéggel zajlik. Az októberi, ami magának a templomnak a búcsúja, a Nagy Szent Teréz búcsú, az pedig mindig a karmelita szerzetesek küldenek maguk közül valakit, és ebben az esztendőben Béla testvér tisztelt meg minket a jelenlétével. Van egy kis újdonság, szép újdonság a templomnak. Két ollóműveg ablak készült most. A régi kettő az mikor? A régi kettő az körülbelül 5 éve ezelőtt készült. Két névtelen adakozó jóvoltából készült a régi két kép is, és ez az új két kép is. A karmelita rendnek a legillusztrisabb képviselőit ábrázolják. Ugye a jobb oldalon, klasszikusan a férfi oldalon, ahogy a templomokban ugye régen a jobb oldalon férfiak ültek, bal oldalon a nők. Igyekeztünk ennek rendje szerint is kitenni az ablakokat. Tehát bal oldalon készült el 5 évvel ezelőtt keresztes Szent Jánosnak, ugye az egyik legnagyobb karmelita szentnek, nagy komoly teológusnak az ikonja, tulajdonképpen az ólomüveg ikonja, és mellette pedig Illés prófétának, aki ugye hát nem volt karmelita, de a Kármelhegyi szerzetesekhez kötődően és a Kármelhegyi istenítélethez kapcsolódóan Illés próféta a karmelitáknak mondhatni a szellemi atya. A most elkészült két kép, az pedig Kis Szent Teréz és Nagy Szent Teréznek az ólomüveg ikonja, és mellette pedig mindkét szentnek a legközismertebb, vagy egy ismert gondolata van följegyezve. Nagyon hasonló a stílus, úgyhogy valószínűsíthető, hogy ugyanaz a művész készítette. Van, Monostori Viktória, Hajdú Torogi, görög katolikus ikonfestő művésznő, és a férje, aki pedig üvegművességgel foglalkozik, ők ketten készítették, tehát a művésznő festette az üvegre az ikonokat, a férje pedig az ólom keretbe foglalta. Van még elég ablak. Van bizony, igen. Terv is van. Terveink is vannak, így van. Nem tudom, mögöttem látszik-e az a kis ablakot fölül. A következő tervünk az az lenne, hogy oda a karmelita rendnek a címerét szeretnénk majd berakatni, úgyhogy meg is fogjuk hirdetni erre a gyűjtést, és amint összegyűlik, akkor ez is fogja gazdagítani a templomnak a szépségét, és talán egy kicsit a híveknek is a figyelmét még jobban odafordítani a szenteken keresztül, jó Isten felé és Krisztusnak a szeretete felé. Áldott legyen az szűz és Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.